Jó estét kívánok! Koltai Róbert, a kávé vendége, aki hát nagy örömömre, meg örömünkre meggyógyult szerencsére, mert volt egy kis baj, volt egy műtétje, betettek valamit, majd elmagyarázza, hogy mi a fejében. Ugye volt egy próbálkozásunk a nyáron, és hát akkor, akkor olyan nehezen, nyögvenyelősen beszélt, abból összevágtunk egy pici rövid részt, és akkor most remélem, hogy az, hogy sikerül egy tök rendes a csinálni a Ravival, mert jól van, sőt a hétvégén Zürichben önálló estel volt, képzeljék el, azt mondja, hogy már futni is tud, halott csak éppen, hogy lépegetni tudott, szóval, hogy teljesen tér vissza a minden, méghozzá itt mesélted, Robi, hogy, hogy volt, hogy betetek a fejedbe valamit, és másnap már minden rendbe jött, vagy hogy? Hát én aludtam közben. Ja, jó, nem tudtam, hogy szinte nem is tudtam, hogy már meg is volt. Igen, már, de... mint az úgynevezett műtét. Ugye, de úgy volt, hogy nagyon nehezen beszéltél, és ilyen nagy szünetekkel, meg minden. Menni se hát tudtunk, szóval nagy, se... nagy baj volt. Nagy baj volt, és szerencsére hála az orvosoknak, meg hála a teremtőnek, vagy a szerencsének. Ma már ugyanúgy. Tehát ahogy megvolt este, elaltattak, még ott voltam már kórházban két hetet körülbelül, és az első hét vége felé csináltak Ja, hogy addig meg. vizsgálgattak akkor, hát össze-vissza. Mindenfélére lehet egy gyanakodni. Volt Parkinson, meg az adásban még azt, hisz, a, 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 azt is feltételezték, de az adásban még jó indulatú daganatról beszéltél. Arról most azt is beszélhetnék, Igen? mert elég jó indulatú. Hát, ahogy megcsinálták ezt a ezt a sönt behelyezést, mert az, az, agyvíznek az áramlását befolyásolja. Aha. Tehát ott volt valami gond, és másnap a betegtársai megtapsoltak, mert ilyen, hogy mondják, ezt... Hát bottal mászkáltál. A bot, ha az hagyján, de ilyen... Járás, járókeret, járókerettel. Járókerettel mendegéltem és másnap már csak tiszteletből nem dobtam el a járókeretet, mert egyszerűen, amikor ezt megcsinálták, nem volt biztos, hogy sikerül, de másnap már gyorsan is tudtam menni. Tehát mikor legutóbb találkoztunk, akkor alig tudtam oda bicegni. A igen, kamerános. igen, hát akkor segíteni kellett neked, meg a dobogóra és nehezen mentél föl, meg, meg minden. Most sem olimpiai szinten mozgok, de de úgy tudom, hogy otthon van szobabicikli, vagy futópad van. is van, talán az, az nincs. nincs. Szobabicikli van, tehát azon nyűhöd azért. És így zokniba futkosok a konyhába elő, ide-oda a szobakonyha között. Tényleg? Hát a, a, mére, a mennyiség miatt, hogy mozgásban. Ja ja, 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 Elég az hozzá, hogy... És miért nem mész le picit, nem? nem, jobb kint futni? Hát nem. Na, nem. miért? Hát a terepen azért nem olyan könnyű. Aha. Tehát a mindenféle hát beamback, terepen, dombok. Hát valami ligeti futópálya, Margit sziget. Na, de az te el kell menni hazúról. Ja, 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 Amúgy meg már nem is vezetek autót. Aha. Tehát most már utóbbi időben. Nagyon megijedtél egyébként? Nem, nem. Mi, amikor bejöttél a stúdióba, azért Piszkosul megértük, hogy te úristen, mi van. Tehát nem volt valami olyan. Akkor... Igen, igen. Tehát nem volt valami olyan, hogy. De akkor na még hát... a műtét előtt volt. Igen, igen, de nem, benned nem volt olyan, hogy Teuristen, ez lehet, hogy a pályád vége, netán az életed vége, ki tudja. Nem szoktam magam majd gyászolni általában, Aha. meg még előre sem, meg mindig valahogy bizalommal indulok neki az újabb Aha. perceknek, meg óráknak nagyon rossz volt, hogy, hogy, nem működött a lábam. Hát... hát, meg nem tudtál játszani. Hát egy rakat, hát emlékszem, a Városmajorban a nyáron hirdették a Hamlírt. Nem, azt, azt nem azért, ezt már hamarabb azt Azt hamarabb, azt miért? Hát azt hiszem egyéb okokból. És nem pedig... gondoltam, hogy ennyi ideig fog menni, amikor elvállaltam, Igen. és hát nem, nem okozott olyan nagy örömöt, hogy... Azon kívül, hogy város díszpolgárai vagyunk mind a ketten. A... Ki az a mind a ketten? Hát itt láttam az előbb a képét nálatok, a. Nagy Ervin. Nagy Ervin. Ja, hát ő játszik. Még e Ebből a csomó a poén napra. született a próbákon. De akkor még nem volt ez a gondom a lábammal. Aha. Tehát ezt, ezt önszántamból ki. Meg, meg, már alig ment. És hát. ilyenkor mit lehet ilyenkor beállítani, és azt mondod, hogy nem okoz a römet bocs, akkor én ezt nem csinálom. Nem, hát én nem vagyok ott tag egyrészt. Na jó, de hát akkor Másrészt meg alig szersződ. ment. Aha. Meg alig ment. Tehát havi egyért kellett beöltöznöm ilyen páncérruhákba, vagy minden, <laughs> Én voltam a Hamlet atyának a szelleme. De nagyon élveztem egyébként, mert jó előadás. Ez ugye volt. a Hamletnek, meg a Lírnek valami össze, És hát nagyszerű benne a Ervin. Tehát még színdarabban nem játszottunk, filmemben már szerepelt, de színdarabban még nem játszottunk együtt, és nagy élmény volt. Hát ugye Dunáui Város diszporgárai, ugye annak meg. Ezzel a... nagyon sok volt. Nem ilyen hát Hát már olyan, hogy a a kollégák is, hogy a, a, most a két díszpolgár próbál. Két de... díszpint, na. Igen. Hát ugye téged nagyon sok minden fűz városhoz. Na és pedig. Hát ugye egy filmed is szól róla például. Hát a csocsó. Igen. És Szállínváros legjobb ifjú szavalója voltam 12 éves koromban. Hú, de komoly. Hát amikor meg is nyertem vele a... Most ettől kezdve vigyázz valami itt. Hát pláne, hogy milyen verse. Na milyen verse? A véncigány. Tényleg? Igazából nem értettem, csak éreztem, hogy hogy kell mondani, azt hiszem, akkor még. Igen? A 12 éves gyerek, hogy érez a vén cigányt, mikor az a, 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 színészi nagyságainknak és a késői felvételeiben időskorukban mondták föl, mikor már. Az igaz, hogy amikor beteg voltál, valaki azt mondta nekem, és nagyon nehezen beszéltél, akkor is hibátlanul elszavaltál verseket? Azt mindig. Az, a, a beszédemre nem hatott ez. A, hát de vagyom, de elég az, hogy a beszédedre, ha, de hát a beszédedre is hatott. Nem, csak le, lehet, hogy lelassultam, amikor, így, így, lelassultam amikor, meg amikor nagy egy ilyen tettel. riporterrel kell beszélni, nagyon élesnek kell lenni az embernek meg tetrekésznek, és lehet, hogy ta kicsit bambább voltam, de nem. A versek, a versek ugyanúgy megvoltak, és vissza tudtam hozni. Hát pedig ugye híres volt arról, hogy nem feltétlenül, meg hát ez tulajdonképpen azt hiszem elkísért, hogy ugye nem tudott feltétlenül a szöveget. Ez a, nem igaz. Ez hát nem úgy igaz. nem, nem hogy az előadáson nem tud, hanem hogy a, hogy a, a, akkor elvárná több rendező, hogy a próbákon is tud, és ugye neked nem megy a próbákon, mert te akkor, akkor hát lépsz igazán működésbe, De amikor, amikor bejön az, a közönség. A versekre ez nem vonatkozik. A, ja, a versekre ez nem vonatkozik. Azt, azt nagyon mélyen, nagyon megalapozva apukámnak köszönhetem, aki egy sportember volt, és úgy mondott verset, és ezt most nem is viccből mondom, úgy mondott verset, mint a leges legnagyobb színészek. Tehát tőle tanultam meg, ami nem csak versben, színházban is iszonyú fontos, hogy mi az, hogy csönd. Aha. Hogy merjen az ember szünetet tartani, vagy hogy ha bárkivel találkozok, na, alig állom meg, hogy nem mondjam el neki azokat a verseket, amit még apukámtól kaptam. Hát ugye pedig ő foci edző volt. Tulajdonké. Az edző nem De volt, sz, sportvezető hanem volt, sportvezető volt. Sportvezető volt, ah, igen. Mindig, mindig nb 1-es csapat. Mikor én már az eszemet tudtam, vagy a Vasas, vagy a Csepel, a Dunajváros sportját ő indította el annak idején, még város is volt. Aha. És utoljára hát, Csepel, Csepel volt a a leghosszabb ideig. De Stalinváros, hát abból film is született. Rémlik nekem valahol, hogy valamilyen szállodában vagy hol, Pécset talán nyaraltok, és akkor ő is neki játszavalni. Nem valami nyílt színen, nem rossz emlékszem. Nem le... neki át, hanem ő tulajdonképpen sokkal, de sokkal jobban mondott eleinte verset, mert neki az egész magyar költészet ott volt. Tényleg? Pedig nem. Nem, nem járt egyetemre, négy elemje volt, csak imádta a verseket, és hát Adit, Petőfit. Van egy Petőfi vers, a Péter bátyja. Amikor azt elmondom, akkor már nem tudok veszteni azon az estén. Aha. Mert az olyan, mintha ő lenne ott, és tényleg ő ezt fantasztikusan mondta, és én sem mondom rosszul. Na és akkor most nincs kedved elmondani, nem és mondhatom. akkor már tuti jó a műsor ezek szerint. Akkor figyelj, akkor hallgatom. Petőfi Sándor, Péter bátyja. Tíz katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötére. Húsz legény ment, maga jó szántából zászló alá, az eke szarvától. Hogy ne ennénk örömest, mikor kell aki nem megy. Hitvány, gyáva, korhely. Nem királyért hadakozunk mostan. A hazáért fogunk állni sorban. Nem királyért, sőt. A király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, és nyomorba. Te éretted megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága. Megyünk 20 helyet és ha kell, utánunk még kétszer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen az újoncok a falu közepében. Körülöttök fiatalok, vének, hát gyülekeznek búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természetrende. Isten őket már így teremtette, és ők szegények erről nem tehetnek. Hát az anyák, Szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenni ők, és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás rívás. Hely, ha nem úgy csak korán serít más. Egynek sem volt oly nedves köténye, mint kell mennek, szegény panna néne. Hogy ne sírnak? három fia vagyon, mind a három szép szállegény nagyon, és mind a három be vagyon sorozva katonának, és ott állnak a sorba. Hagyd el, anyjuk. Hagyd el már, szól kérve, Péter bátya, a Panna léni férje. Hagyd el, anyjuk, elég ebből ennyi, nem is illik ennyit keseregni. A lékem is úgy fiaim, mint néked, azért mégse iratom már őket, sőt, örülök, hogy nevemmel hárman lesznek ott a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim! Ha megjöttök a háború végén, nagy kedvem lesz. És ha oda vesztek, fáj a szívem majd, de nem reped meg. Szép halál a szabadságért halni. Ahogy én azt el tudom gondolni, legszebb halál az a csatatéri ahogy azt az én eszem föléri, menjetek hát életbe, halálba, fegyveritek legyenek, megáldva, hogy szabadság ragyogjon majd rajtok. Máskülönben jobb, hogyha ott maradtok. Az újoncok útra kerekedtek, jó kedve volt a jó gyerekeknek, és úgy mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya. Hát kendet mi lelte? Olyat sóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz után az újonc seregnek, s íme, íme könnyei peregnek. Ehát vége a sok cifra szónak, addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúk madár lett a vitéz oroszlán. Csúfolták az öreget keményen, hogy hát ő csak szóval győzte légyen, de az öreg bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, az csak úgy magában mormogta el hazaballaktában. Mennek ők, és maradni kell néken itthon maradt göthös öregségem, szabadságot vesznek drága áron, és én ne legyek a véres vásáron, én itthon csak kézportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jó lesik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord mégis. Vesztem volna inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát elvágnám a két kezem, két lábam, ha tudnám, hogy nem vágom hiában. Ha helyette más, erős, új nőne, hogy mehetnék majd a harcmezőre. Ezt Kolta István mondta így. Hát, szép. És mikor tanultad meg? Hány éves voltál? Én ezt nem tanultam. Ha nem, nem tanultad, hanem nem tanultam, annyiszor tanultam, mondta beülült. az édesapát. Nem, hogy... annyiszor mondta, meg biztos még ennél is jobb volt a fejem, mint mostanában, és megragadt. De nem, nem csak az ragadt meg, hogy a szöveg, ami szerintem példátlan. Tehát, hogy egy, egy 20 éves fiú, ez a Petőfi, 25 éves korában írta ezt. Aha. 48-ban, igen. Elképesztő. Hát nem. Olyan csodálatos, és annyira szívhez szóló, és annyira... Ö, mit, mit csinál az, aki... Tűzbehozó, hát hogy tűzbehozó, hogy... Szóval nem, nem, nem egy nagy meglepetés az, ami lett ott a Nemzeti Múzeum lépcsőjén már. De hát... Hiszel egyébként ebben, hogy hogy művészettel akár forradalmat lehet csinálni? Minden, vagy azért az illúzió? Hát nézd meg, mostanában a zeneszerzőink is mennyire bizonyos dalok, amik régebben úgy csendesen folydogáltak, most meg most meg tűzbe lázba hoznak egy egész sportcsarnokot, vagy egy egész országot. Hát igen. Hát csak a pillanatnyi helyzetbe gondolok, a, ugye most volt a Bródinak a koncertje. De a Sportszárnakban, igen. igen. de a déskoncertek koncertek is tulajdonképpen forradalmi megmozdulások. Hát a Déshez téged nagyon sok minden fűz, mert ugye nagyon sok mindent énekeltél tőle egyébként. Hát azt már csak később engedte meg, amikor leellenőrizte, hogy javultam valamit az énekben. És most már Büszke vagyok, hogy. Nagyon rémisztő volt az elején. Nem, rémisztő nem volt, csak. Például a, a nagy utazás az, az ö, sok idő volt, amíg megértettem, hogy nekem egyáltalán nem kell énekelni, hiszen isteni, ahogy a presszer énekli. És de, hát... de, de te énekelted a utazást. Hát most is éneklem, hát... most már. Ha de vagy... amikor készültünk, hát tudod, milyen drága a stúdióidő és a lefoglalta a stúdiót, és valahogy nehezen törődtem bele, hogy én, mint Gyuszi bácsi, ezt nem éneklem. Természetesen nem énekeltem. Mert Már mint most... a sose meg. Igen, meg. a filmben. Ja, ott a Dés szinkronizált téged alá, vagy, vagy nem? Nem, ott, ott, ott nem most az a nagy utazást azt a presszer énekelte igen, csodálatosan. Igen, 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 Természetesen. De később, később se nyugodtam bele, és amikor stúdióban voltunk, akkor azt hittem, hogy, 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 ez csak olyan milyen jó kis vállalás, hogy én ezt el szeretném énekelni. Ezt nem mondta a Laci, hogy ez nagyon sokba kerül minden óra itt a stúdióban. És nekem azért kellett egy kis idő. És ami... mi volt? Tehát én nem is mert hamis volt, vagy nem tudták énekelni bizonyos dolgokat? Nem, hát ennek meg kell érni ugyanúgy, mint a, egy szerepnek. Aha. Tehát a dés dalai csodálatosak, és csodálatosan nehezek is. És most már minden dal. Hát éppen a nagy utazást ő is énekli, nem? Az, az más, az önálló. Van, hát van most már neki is olyan estje, ő is kedvet kapott, hogy énekelje a dalait, de van olyan estje, amiben szinte minden dalát elénekli. Aha. És én is, én is elég sok dalában most már otthonosabban mozgok. Nem azt mondom, hogy énekes lettem, de szerette a közönség szűrikbe is. Ott azt mondtam, amikor bementem, hogy egy vadonatúj dalt szeretnék önöknek, amit még biztos nem hallottam. És pedig? Nagy és utazás. akkor? Nagy... De... Azt mindenki hallotta. Igen. Az akkora sláger lett, hogy. Na, de hát a Vigyáz Rámot is mondhatnám, vagy a gatyadalt Abban az évben az lett a sláger szám. De azt például már eleve én énekeltem a Patikában Gatya uh -huh. És arról jutott eszembe, hogy egy zenés amikor szóltak, hogy a Patikák privatizálása. A Patika ugye sorozat volt? Igen, a és egy sorozat, és akkor tudja. szóltak, hogy. És mondtam, hogy csak akkor vállalom, hogyha a zene van benne. Mert mindjárt arra gondoltam, milyen jó lenne Lacival együtt, és írt vagy 11-12 dalt, amik közül majdnem mindegyik sláger lett. Ugye a Patikát te is rendezted, nem? Igen. Tehát rendezted, játszottad, ezért szereted ezt a felállást. <laughs> Nem, 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 egyszerű pedig. Hát gondolom, mert hát kibe kell ugrani. Tehát ilyenkor például mit csináltál? Tehát az első filmednél sose halunk megnél, ami hát ugye nagyon nagyot durrant. A, és hát életedben nem előtte filmet, és rögtön egy ilyet bevállalni, hogy akkor rendezed meg, meg véletlenül a főszerepet is játszott. Szóval tehát, hogy, hogy mi ki Te tehát egy jelenetet, és akkor visszajátszották neked, megnézted, mondtad, hogy na hát, Robi, ez nem stimmel igazán, újra vesszük, vagy hogy nézett ez? Ez ki? úgy nézett ki, hogy amikor mikor a Simó Sándornak jött ez az ötlete, akkor Már mint melyik ötletem? Az, hogy én én rendezem és játszom is. A... Mert úgy volt, hogy a gyuszi bácsit nem gondoltam, hogy én fogom játszani. Nekem a gyuszi bácsi, a nagybátyám úgy jelenik meg, mint a gaszman, tehát egy ilyen óriás. Egyébként középtermetű családunkban ő tényleg a legmagasabb volt, meg a legnagyobb gazember a lóverseny szenvedélye miatt. Tehát amikor fölvetődött, akkor azt mondta Simó, hogy meg fogod oldani, majd segítenek. De hát ez annyi volt, hogy. És a... miért akarta, hogy te játsz egyébként azt mondta? Hát egyszerűen ez mert az, hogy én, az én történetem. Igen, igen. igen, ami a Nográdi Gábor segített megírni. Igen. És olyan volt, hogy boldogság volt minden pillanat. Mert az nem okozott gondot, hogy... Ja, konkrétan meg úgy nézett ki, hogy megérkeztünk, és akkor azt mondta az operatőr, mondjuk a Halász Gabi, a Sosalunk meg, és a többi filmjeimben sorolhatnám a többi kiváló operatőrt. Tehát az lett a módja, hogy játszam el a jelenetet. A, a, 40 szereplős jelenetet egyedül. Hát, hogy hogy képzelem, hogy mi, mi hogy. Na, és azt képzelem, hogy te ott mit produkáltad magad, milyen időt a rölgéstől. Az túlzás, figyeltek, szigorú, és szigorúak voltak, mert, <kül> mert azt néha megkérdezte mondjuk egy-egy olyan pillanatban, amikor én engem vitt előre a harctéri mámor, és, akkor, és, akkor, és ezt, ezt hogy tesszük bele a filmbe? De hogy megjátszottál hangokat, meg ide-oda váltál és magadnak hát... válaszoltál, vagy mit csinál? De hogy is. Hát az, hogy ki honnan jön, Aha. mit mond, hol áll meg egy pillanatra az egész, hol van csend, hol van egy hatalmas balhé. Hát szóval mindenféle. De mondom, ezt ne csak a Sosalmú meg nézzük, mert kilenc filmem volt, és mindig ez volt a metódus, hogy én eljátszottam, és akkor a, ha az operatőr nem, nem értett egyet, vagy nem értette pontosan, akkor rákérdezett, és akkor... Szóval az biztos, hogy nem ugrabugrás volt a lényeg. Aha. Na, és akkor azt ugye ez a sose alunk meg, ez a te amúgy is meglévő játék szenvedélyedből és erre még rájött a nagybácsi. A, gondolom a nagybácsi plantálta beléd, ugye, ezt a lóversenyezést, azt nem tudom, hogy a többi játék. Ő volt a rossz példa a családban. Tehát ő, ő, őtőle féltettek. Azért nehezen engedett, ez a, ez a, filmben is finoman benne van, meg hát ugye készült belőle a musical, és ott meg van egy külön családi jelenet, hogy mennyire aggódik a mama. Hogy elengedni ezzel a Gyuszi bácsival a, a gyereket. De közben, hogy Gyuszi bácsi maga volt az élet. Tehát, Na hogy jó, egy, egy nagy, hát hihetetlen hóhányó, de valahol, amellett, hogy ré, rémisztő is volt, egy nagyon vonzó személyiség. Hát az volt. Már csak Tehát, a... egy gyereknek szerintem ez nagyon érdekes lehetett ez a fickó. Igen, nem? de ő, ők azt szerették volna, hogyha ember lesz belőle, nem pedig egy érdekes fickónak ja. a félneve. <laughs> És hát, mint ahogy a film is arról szól, hogy tulajdonképpen a Gyuszi bácsi rossz példáját, hát ez, 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 erről hosszan lehetne beszélni. Hát rád ragadt, nem? Tehát mondhatni, hogy azért ragadós volt. Hát tudod, amit tiltanak, az mindig egy kicsit édesebb. Tehát ez... Én csak azt tudom, hogy öt éves koromtól kezdve sajnáltam a Gyuszi bácsit, mert ott volt a, a, az a nagy ember, aki mindig jópofa, mindig röhög, és állandóan szitták, hogy lóverseny. És én azt hittem, hogy ül a, ül a lovon, és őt lehagyják. Aha. És én sajnáltam, és még szidják is. Hát persze, mert mindig apukámat vették elő, hogy a tartozása ügyei. Tartozása de, hogy állandóan ügyei... járt hozzátok, ugye, kérincsélni? Hát a kérincsélés hagyján, de amikor jött a, az, aki azt mondta, hogy holnap után börtönben van a bátyja, ha nem rendezi le. Apukám egy jelentős összeget, és sokkal jobban keresett a válfával, mint apukám. Igen, ő válfázott, ez ugye a igen. történetből kiderül, válfákat. Meg állják. elvitt egyszer magával, ahova nagyon nehezen engedtek el, főleg a mamám aggódott, hogy. De hát, akkor... Hova? Hát válfát árul. Ja, válfát, igen. És akkor a, a, a Sosalú meg műzik ebbe, ugye mondja mondja, a, a, hogy de hát ott nincs is lóverseny, majd ő csinál. Szóval... <laughs> de a válfárulás az miért volt veszélyes oda? Miért nem akartam? Nem, egyáltalán a Gyuszi bácsi. Ja, bácsi a szabadság, volt Szabadságra törő személye, tehát szabados személye. Aha. Hát azért voltak olyan jelenetek is, amiket, ami nem az életbe történt úgy meg, akár nőügyek, vagy tehát a Gyuszi bácsi mindig. Tehát a szabadság az veszélyes. Nem, most figyelj ide, rád mennyi ragad? Ugye egy időben lehet tudni, hogy te se tudtál ebből kimászni. Igen, nagyon sokáig. Tehát mi volt, volt lóverseny, volt kártya. Toto. Kártya az csak levezetésképpen. Arra emlékszem, hogy nagy divat volt Kaposváron egy időben. Kaposvári ez még most nem beszéltünk róla. Nem a legendás korban. A legendás korban már nem. Aha. De amikor én oda kerültem, akkor, akkor egy nem egy kiemelkedő színház volt, aztán a Zsámbékiék. Zsámbéki Gábor. Zsámbéki Aser. Tamás. Szőke Igen. István. Gotár. Péter. Most Gazdag Gyula. Tehát sorolatom, ki rendeztek, és hogy utána alakult ott valami. De amikor oda kerültem, akkor még, és Na, tudom, és tudom hogy nagyon, nagyon üldözte a Zsámbéki, hogy ott ne nyerjük el egymás pénzét, pókeresztünk. Aha. Pókeresztünk. És különösen engem óvott, hogy neked nem kell, neked más kell itt csinálni, ne, ne pókerezzetek. De ez hogy nézett, hogy óvott, így? Diszkréten szólt, vagy ne, hát hiabált, hogy meg... elég nagy játszunk. Már ahhoz képest, vagy? hát tényleg ahhoz képest, mert hát amennyit, nem is kerestünk és tudom, hogy egyszer nyugodt voltam, mert most nincs itt a zsámbéki, és rábeszéltek, hogy pókerezzünk. És pont úgy jött be, úgy volt a bejárat a büfébe, ahol nagyba pókeresztünk, és pont előttem volt egy stósz apró pénz. És egyszer csak éreztem, hogy valaki ott magasodik mögöttem, hát a zsámbéki ott állt, és előtte két héttel mondta, hogy nem szeretnélek téged Többet pókerezni látni. És ezt csak megszólalt. Nagyon örülök, hogy köztünk vagy ismét. Ja, igen, mert én Pécsen vendég szerepeltem, de kaposvári Sőt, színészként. El, el is szerzett. Igen, a következő ]ben. évben. Aztán visszamentek kaposvári. Igen, jöttem, mentem. Elég az hozzá, hogy amikor épp vissza, visszajöttem, akkor azt tudta mondani a zsembék, hogy örülök, hogy ismét köztünk vagy. Csak ennyit volt, és akkor úgy maradt a kezem a, a kártyával, le se tudtam dobni. De, hát te, igen. De hát na, ez a szerencsejáték szenvedély, igen, az eléggé. De az volt, volt egy idő, tudom, hogy az téged is megviselt, meg hát a judit való házasság, a Pogány judit való házasságodat is, nem? Hát ő, ő se örült, igen. Azt lehet mondani. De, de nem. Hát ott már lényegében néha telefonom, még telefonáltam Pestre, hogy ezt azt játsszák meg nekem. Jó versenyen. De kinek telefonálta? Hát volt valaki, aki játszott nekem, aztán Aha. az is, az meg átvágott, mert nem mindig játszotta meg. És amikor egyszer végre nyertünk volna egy nagyon komolyat akkor hogy nem rakta föl. Ja, hogy csak zsebre tette a pénzedet? Igen. Igen. Aha, hát mert el... úgy ítélte meg, hogy úgy is rossz lesz. Mert <laughs> általában rossz volt. Meg tudod így utólag mondani, mert úgy tudom, hogy most ilyen szempontból tiszta vagy, de lehet, hogy rosszul tudom. Nem, jól tudom. Jó, hogy, hogy utólag ez milyen örömet jelentett neked ez a szerencsejáték, és, és mi bukott rajta, tehát milyen, milyen veszteségeket okozott? Hát ö, utólag azt látom, hogy, hogy hogy lehettem ilyen. De ez volt, hogy érdekelt, izgatott, izgalomba hozott, tétjei voltak. De szóval még egyszer elkezdeni. most például egyáltalán nem érdekel. Na Tehát de mennyi, úgy, mennyi idő volt? Ez hosszú, az évtizedek volt. Nem? Igen, másfél évtized. 20 év körülbelül. Hogy érdekelt. Mindig néztem a lóverseny eredményeket, akkor is, mikor már nem, nem jártam, vagy... Az biztos, hogy a Sose halunk meg, ami mind máig azt hiszem, hogy a legsikeresebb filmet, az nem született volna hát az meg, biztos, ha ez nincs. Az biztos, az biztos. Ott a fájdalomból, a szenvedélyből, a... Szóval minden abból született. Bár a későbbi filmjeim nem a szerencséjáték körül forogtak, hanem hát például a csocsót nagyon fontosnak éreztem, és szambát, és ott szó sincs szerencséjátékról. De a Judittal való házasságod egy nem e, emiatt is ment tönkre? nem ment tönkre. Nem, hanem? Azért, mert emberek elköszönnek egymástól egy időre. Hát most is szerintem egymásnak szurkolói vagyunk, meg... vagy vagytok, beszéltek gyakran? Hát persze, tudod, van egy, van egy unokánk. Hát be... meg gyerek is van, közös. Jó, úgy mondom, hogy van egy gyerek, és van három unoka, hát ott nem persze, hogy beszélünk. Na, de a, ezt így fogalmazott, hogy, hogy nem ment tönkre, és elköszöntök egy időre? Tehát lehet, hogy ez még visszajön? Netán? Nem, hát azért, azért ez egy nem papíron, de, de ez egy nyugodt, jó helyzetben levő elvállás. Tehát nem, nem váltunk el papíron, de nem, nem, olyan szempontból tudod már. Mint ahogy a Bodrogi Gyula se vált el a Vajtágitól. Nem, és Ezt jóba is van. Jobba is, hogy ugyanúgy jóba vannak. Beszélnek. És, és a... mi is most már egyre többet beszélgetünk. De azért megviselt, gondolom, nem? Hát nem volt egy könnyű időszak, amikor ennek a tevőleges része volt, hogy. De hát szerintem neki is a pályája annyira fantasztikus lendületbe volt és van, hát most is épp egy nagyon nagy dologra van felterjesztve ez a... Mire lehet még a Juditot? Kossuth van. Hát a... Tudod, nem szed Nem, hanem a... Prima primissima? Igen. Igen. Ketten vannak, azt hiszem, a színész. Ott a mindig bórián. hárman vannak föl, fölterésztve ilyenkor, de... Meg én sem panaszkodhatom, tehát... Hát mondjuk a díjak miatt te panaszkodhatsz, azt tudom, hogy pár százszor az Ékosú díjra téged is fölterjesztettek, nem? Hát pár százszor az hát nem, hát mert... igen. De azt gondolom, hogy amit én az emberektől kapok, meg a kollégáktól, meg a közönségtől, az most már komolyan úgy vagyok, hogy azt már el, eltettem magamból, hogy egy embernek kéne megfelelni, és azzal én egy színpadi fellépésen tettem a dolgomat, mint illetékes, és örökre megsértődött. Aha. És ez elég magas pozícióban van most. Jó, ki, ki lehet találni? Na, itt vagyunk, látszunk egy kis illetékest? ha már itt vagyunk az élet. Ugye az úgy tudom, hogy véletlenül született valahogy a rádió kabaréban, nem? Azt még meséld el. Maga a figura. Hát egy osztálytársamnak a figuráját fölvettem, a Berki nevű osztálytársam. De hogy... Ja igen, mert a... Bekerültem a rádiókabaré szilveszterbe, a legelsőbe, Számomra a legelső a Közgáz Egyetemnek a ebédlőjébe volt, nagyon nagy siker volt, a verebes volt a. Aha. Ja, és az volt a feladat, illetékesről szó se volt, az volt a feladat, hogy én legyek egy, egy nagy cégnek, vagy egy nagy vállalatnak a. Milyen? Tehát az abszolút vezetője. Há, és, és a szakszervezeti ember, a szakszervezeti ember föltesz nekem egy-két problémát. És ezt mind megbeszéltük, de úgy voltam vele, hogy hát majd, majd mi lesz, hogyha, majd valami lesz. Hát szerezte te rögtönözni, majd igen, valami lesz. Igen, igen, de sajnos éreztem, hogy az kevés, tehát a verebes volt ugye összekötő, tehát aki a kérdéseket összegyűjtötte, minthogyha egy vállalat lennénk, hogy ami Aha. a vállalatnak a problémája. És akkor a verebes tudom úgy magától azt mondta, hogy tehát nem volt semmi megbeszélve. Aha. Magától azt mondta, hogy van itt nálunk, ugye koltai elvtárs. Igen, ezt mondta. Koltai elvtárs. Hát ez még a elvtársi hát időkben a volt. Koltai elvtárs. Van itt egy kérdés, hogy itt van ez a paricskó. És akkor jöttem rá, hogy nekem a figura hozhatja meg esetleg azt, hogy ez sikeres legyen, és ösztönösen beleugrottam egy, egy osztálytárs paródiába. A, a színművészetén volt egy osztálytársam, már nem él szegény a Berki. Aha. És amikor azt mondta, hogy, hogy na mi a helyzet akkor ezzel a palicskó ügyjel? De mi az a palicskó? Jó, az hát majd... ez az, hát ez a lényeg, hogy... Ha? Azért voltam bajba, mert csak azt mondja, hogy a Palicskó ügy, mi az, és így, így, mint ahogy velem most beszélek, az semmi. Mi, mi legyen ezzel a Palicskóval? Én meg belemenekültem abba a figurába, ahogy parodizáltam az egyik osztálytársamat, azt a Verkét, Berki Antalt. Mi a Palicskó? És így maradtam 30 évig. <laughs> Tehát, a, ügy, ez, és ha, ha ezt az arc ezt a szörnyű arcot fölvettem, akkor jött a rögtönzés is mire célod, mit akar, hogy akar, össze magát, és elkezdtem ott alaki oktatást tartani a verebesnek. És hát ez poénos lett. És aztán ebből lett az illetékes elvtárs. Na, játszunk akkor egy kicsit? Na. No. Ugye most nagy ilyen spórolások vannak, és ha jól emlékszem, akkor Finnország, meg Csóró Japán, azok ugye a, Kultúrára, meg az oktatásra tettek, nem azzal spórolt. Egy ideje figyelem magát, várom, hogy mi lesz a kérdés. Igen. Ennyi időm nincs. Ne utánozzon. Tehát nem azt csinálták, kérlek. hogy na, akkor színházak nem játszanak, meg könyvtárakat bezárunk, mert, mert nem akarunk fűteni, hanem hogy éppen, éppen, éppen erre a dologra tettek. Maga én... tudja, mit akar kérdezni? Még, Igen. még nem értem. azt, hogy ön helyesli, hogy én színházak helyestem. majd nem fognak játszani. Én azt nem helyeslem, hogyha be egyszerre beszélünk. Nem tudja elhallgatni egy pillanatra száját? Beszélje meg magával. Most én magára próbálok figyelni. Mi a kérdés örül annak, hogy nem játszanak majd, nem játszik majd jó néhány színház. Hát persze, Egy hogy ideg. örülök. Hát, Mi? mind, hát, azért, mert én vagyok minden mögött. A színház nem játszik, de én játszom. És a szóval. könyvtár bezár, annak is örül? Mert ön olvas? Maga politikus? Vagy most akar politikusnak jelentkezni? Nagyon távol állok a politikustól. Igen? Igen. És miért így? Ez a kezejárása? Mert ön nem gesztikulál? Én Nekem nincs rá szükségem. Mert? Miért hát, nincs? Hát az is egy kifejezési mód. De nekem arra nincs szükségem. Azt is helyesli, hogy mondjuk a ö, úszómedencék vizét is lecsökkentették holott. Edzők elmagyarázták, hogy a versenyzőknek szükségük van 25 fokra, különben megfáznak, alacsonyabb lesz a teljesítmény. Hát akkor legalább gyorsabban úsznak. Gondolja? Ja, most Vagy lemerevednek. Vitázni, ja, vitázni jött velem? Miért ne vitázni? Szedje össze nem. magát. Miért ne Szedje össze, össze, magát, ha... mert van ideje Próbál figyelem hozzam. magát. Egy ideje figyelem magát. Maga soha nem jön ki ebből a merevségéből? Én már rég kijöttem, csak maga ráncigált. Én? Hát nem, maga mondta, hogy csináljunk illetékes. <laughs> Na jó, akkor szerintem Fejezzük itt, itt be. Leiskolázol embereket ezzel most kicsit, nyilván engem is, nem? Most már normálisan, most már kortai robban. Én normálisan már nem tudok beszélni. Mi, mi, mi az, hogy leiskolázom? Hát, hogy az illető is, akit nem nevezünk meg, nem is fogunk, az is nyilván ezen sértődött meg, nem? Ha egy normál néző nem volt, hogy megsértődött, tehát, hogy aki, aki normális, hát ez ezt te az önálló kabaré estéit ezt ugyanúgy csináltad, és a nézők is kérdezhettek tőled. Többnyire az a vége, hogy egy jót nevettek. Mm -hmm. Egy jót nevettek, akár saját magukon is, de hát ebből soha nem volt. Mondom, egyetlen egy ember sértődött meg. Aha. Na jó, miért nem csinálod most? Mert másról szól most már az, hogyha színpadra kerülök. Miről? Hát, hogy számomra még ennél is fontosabb dolgokat lehet eljátszani, netán filmen megrendezni, közölni. Azt tudom, hogy te szeret nél még filmet, és pár éve, és jó pár éve is szerettél, de semmit nem fogadtak el tőled. Hát csak az utóbbi időben. Azért kilenc filmem elkészült, az még gombócból is elég jelentős mennyiség. Na, de akkor most van a tarsolyban a pár forgatókönyv, amit forgatókönyv könyv az beadni. Forgatókönyv az, az lenne, hát mert van kivel, hát akikkel dolgoztam, a, azok szívesen dolgoznának, gondolom, ha hmm. a helyzetbe kerülnénk. Tehát a Nógrádi vagy a Vámos Miklós, akivel a Szambát csináltuk. De hát, ha, ha, ha nincs rá lehetőség, hát látod, mi van? Vagy nem látod? Mi? Hát szerintem látom, de most konkrétan mire gondolsz a sok mi vanból? Hát, hogy, hogy nagyon nehéz. Nagyon nehéz az embernek azt a helyzetet újból elfoglalni, amiben lényegileg ott van, és amiből eddig tudott esetleg szépeket adni az embereknek. Mert ugye azt érzed, hogy te húde ellenzékinek számítasz, és ezért nem kapsz Nem kell úde. Nem kell úde. Én elmondtam ezt, hogy azért nem lőttek agyon, de meg börtönbe se kerültem, de az, hogy új filmet csinálhassak, az nem megy. De azért vannak pozitív dolgok is, hogy például a, a Sose Meget be, beválasztották olyan szempontból a 25 éve mutattuk be, vagy már még régebben, és ennek a 25 évnek a tehát az emberek annyira szerették, hogy végül úgy döntöttek, és hát nyilván ezt nem állította le az az illető, hogy felújították a kópiát, tehát hangban és képben is, úgyhogy gyönyörű változata van meg. És beértem vele a fél világot, Los Angeles-től kezdve, az összes európai fővárosban voltam de ugyanilyen büszke vagyok a Csocsóra, a Szambára, meg, meg amik most történnek. Tehát egyéb filmen kívüli dolgok. Mi történik. Hát ugye te szerződtél a Salgó Tarjáni Színházhoz ott, egy időre, vagy ott nem tudom, volt. hogy az szerződés, vagy vagy, igen, szerző, volt. Hát te hogy státusz, vagy, én. vagy egy-egy, de hogy gyakrabban. Szerepe. Igen, igen, igen. Igen, de hát jelen pillanatban pedig a Gálildivel csináltunk több mindent, a Batank felé című mm. darabot, azt láttad? Hát persze, hogy láttam. Na. Szirtes Tamással. Próbáltam volna nem látni. Balázs. Színtes Balázs, ezt bocsán, Balázs. Szirtes Tamás. <sínt> de jó, igazgatója. Ha, Vele a a miniszter félrelép a felejtetet. Meg, meg a kernel, amiket játszottam. Igen, a... azt ő rendezte. A miniszter félrelép. A igen. Tamás. Igen. Aztán a balfácánt vacsorára, azt a... és a kernel való közös évtizedek. Hát ez, ez több, mint 25 év. A balfácánt vacsorára miniszter félrelép. És nagy örömmel láttam most a Ma véletlenül, mielőtt hozzá jöttem, néztem egy régebbi magyar tévéfilmet, és szenzációs volt benne az És én azt annak idején nem láttam. Egy olyan figurát játszott, ami a... Tehát ő volt a Kabaré című világfilm, ő a legjobban annak a konferansz szerepére, ami, ez, ami egy nagyon-nagyon jelentős Hát most a sulcsulat játsza ugyanebben a Kabaré című ö, darabban, műzikerben, ugye a Víg Színházban. No, ö, de hogy akkor most mi van? Írtatok az hogy Ildikó írt egy darabot. Igen, ami, Amikor... aminek most lesz még majd csak a premiérje. De a december 8-a Kugler szalomban ahol régi vágyam teljesül amúgy, hogy meg azt hiszem neki is vágya, akivel játszhatok, Elek Ferenc, kiváló színész a katonai Józsefből. Ezen kívül pedig most volt a... De várjál, erről még ne ugorjunk tovább. ez a... Hogy, hogyan a címe? Benne van a meghalás. Meghalni bárki tud. Meghalni azt bárki tulajdonképpen tud. Tulajdonképpen a Balázs Béla kék szakállújának a, a, a írta az Ildi, és ezt kette játsszuk a De mennyi, hát... És mennyibe van foglalkoztat egyáltalán téged a halál? Ja, hát például már a másik, amit most ebben a pillanatban Aha. akartam mondani, hogy a obudai Társas Körben pedig megcsinálhattam szintén az Ildi segítségével, a, a Gál Ildi segítségével a halál velencében. Na, hát ezek szerint akkor foglalkoztat. Igen, meg én is foglalkozom. De hogy, hogy gondolsz rá? Hm? Hogy gondolsz rá? Hát magára a halálra, hogy félsz nem félsz tőle. Ö... Tehát aki, elképzeled a saját aki, halálodat? Hát aki ismeri a Halál Velencében, vagy foglalkozott vele, hát azt tudja, hogy a, az emberiség történetének egyik legszebb írása. Ugye Thomas Mann, és Thomas egy gyönyörű Mann. film is van belőle. Igen. Na most nekem meg egy egyszemélyes helyzetben kell ezt megoldani, ami mámorító és érezni ezt a 200 nézőt, mert annyi volt, ott volt a teltház, elképesztő figyelemmel, szeretettel, és érzékenységgel voltak jelen. Akkor még csak kijöttem a kórházból, amikor azt bemutattuk. De most már tudom, hogy, hogy lehet, hogy az egyik legfontosabb szerep, amit játszok. De mennyire a saját problémád, ami abban van? Hát az nem enyen színpadra, akinek nem saját problémája, amit éppen megoldhat. És hogyha egy ilyen csoda rendelkezésére áll. Ezt most on onnan mondom, hogy azon már túl vagyok, nem a halálon, hanem a halálverencében sikerén. És most ugyanolyan izgalom lesz szerintem, hogy, hogy a ezzel a csodálatos színésszel, az Elek hogy játszhatjuk el ezt a... Mennyit gógyisztok, ugye Irdikó az új párod, vagy hát nem igen. új már, egy jó ideje Hatodik van. Hatodik éve. éve, igen. Ö, mennyit gógyisztok ezen vele otthon, meg, meg ő, hát azt láttam, amikor ugye beteg voltál, és ahogy kísért, meg ahogy rád nézett, meg te ő rá, meg nem tudom, hogy ti most nagyon jól vagytok egymással. Igen. Ezt tudom én is mondani. Nagyon jó vagyunk, és rendkívüli erővel segített, és miután nagyon tehetséges, csak hát még neki nem volt az életben arra alkalma, hogy ezt túl sokszor bizonyítsa, bár jó néhány kiemelkedő rendezése volt, de ez nagyon tehát ez nagyon mérő jött neki is, és nagyon jó az íráskészsége. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez is siker. Na, és smart. akkor színházított egyébként? Egyébként tehát nem a... ilyen önálló, vagy személyes. Hát egyébként csak annyit akartam megmondani, Igen. hogy a... az is az ő ötlete volt, és az ő anyaga a Batang felé című dolog, azt, amit ő rendezett. Ugye a Batang az tulajdonképpen egy nem létező hely, de a felé vágynak a szereplők. Tehát az arról szól, hogy. Hát ugye... különösen a, az általam játszott demens úr, ez Én egy... nekem most a kék madár jut eszembe erről, hogy a boldogság kék madara, hogy, hogy ez a batang az, amire, amire vágyik, az, vágyik az ember. És, és nem mikor már, mikor már itt, itt bajok vannak, akkor csak a képzeletébe És hát a legfontosabb cselekvése, hogy tisztogatja azokat a hajókat, amik, amikbe vízbe. És mindig van egy pillanat, amikor úgy megmegakad megakad a próba. És itt is próbáltuk, valahogy így a kezembe tartottam, hát én vagyok ugye az a demens figura, aki alapvetően elvágyik egy, egy, egy számára fontos világba, és a kezébe van egy ilyen modell, na, amiben benne, benne úszkál, hajó, hajó modell, hajó, hajó igen, modell, ez nem úszik benne, teszünk. igen. úszkál benne. És volt egy nagyobb hajó, Aha. és azt tisztogatja egész nap. Ő tűzbe, lázba tisztogatja. Elég az, hogy ott volt a kezembe, és nyílt az ajtó, és itt az igazi dráma, Nyílt az ajtó próba közben. És akkor mondta az illető, hogy mi van. És akkor láttuk, hogy bejön az egyik szervezőhölgy. Nagyon szimpatikus. És látja, hogy rosszkor jött, valamit intézni akart, vagy kérdezni, és leült. És elkezdte nézni, és ugyanez a hajó csecsemővé változik a kezembe. És szinte érzem, mintha egy kisbaba lenne. Na most, ők már annak hatására, hogy bejött egy közönség. Pontosan tehát, ezt igen, szoktam mondani az Ildi igen, mindig, mert ő szokta mesélni a közös fellépéseinket. Igen, attól, hogy nem, nem csak úgy próbáltunk, és az a próbáknak a közepén vagy elején ha. volt, attól egy igazi, és elkezdett folyni a könnye. Na most ezt én érzékeltem, hogy van közönségem. És tényleg egy csecsemő lett a kezemben. És akkor most mondom az igazi drámát, mert ilyen az élet, és hogy az egyik első áldozata volt a Covidnak. Ez a hölgy, aki akkor bejött. Uh -huh. És ez felejthetetlenül bejött akkor. És tényleg láttam a gyereket, ahogy óházik. Robi, megfogalmazható az, hogy te mire vágysz? Most. Hát én arra vágyom, hogy igazságosabb legyen az élet olyan szempontból, hogy ne a gonoszság, ne a gonoszság tündököljön, hanem a szeretet és az odafigyelés. És hogy, hogy a közönség továbbra is a legfontosabb legyen minnyájunknak. de nem, nem ilyen. És hogy minél tovább tartson az az egészséges állapot, amiben dolgoz, dolgozni tudok. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Koltai robert volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra.